Egy busznyi lelkes csapat indult zarándok útra, hogy hálát adjon a jó Istennek a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Útunk első állomása a Rózsafüzér királyné a plébánia templom volt Budapesten. Thank you.
a Tököli útról utunk Gazdagrédre vezetett, a Szent Angyalok templomban, ahol énekes vezetett szentségimádáson vettünk részt. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhattuk a járvány száraz éve után még inkább, hogy minden forrásunk belőled fakad. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma úgy vagyunk itt körülötted, mint azok a vadak, akik télen, téli időben már csak az etetőhöz tudnak menni, hogy ott táplálékot, élelmet találjanak maguknak. Köszönjük, hogy az élet hideg terében, s a járvány száraz idejében te voltál, és te vagy a forrásunk, amelyből az életünk és a szeretetünk fakad. Zarándokladunk utolsó állomása Esztergomban volt, ahol a bazilika téli kápolnájában Kovács Pál atya bemutatta a legszentebb áldozatot.
azért jöttünk ma ide Esztergomba, és az zarándoklatunk is azért valósult meg, az a célja, hogy Istennek hálát adjunk az eukarisztikus kongresszusért. Hogy a kongresszusnak az élményei, azok nem csak bennünket alapoznak meg, és bátorítanak, és adnak erőt, hanem összekötnek bennünket Krisztussal, de egymással is. És ha van testvérek alap, amire építhetünk, szerintem mindannyian átérezhettük, akár a képernyők előtt, vagy ilyen a helyszínen, a szombati körmenetnek a katartikus élményét, hogy összetartozunk, hogy van egy olyan biztos alap, amire lehet építeni. Boldog
boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Nem vagyok méltó, hogy ajándékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életem. Szent!